Igazán kellemes idő, festői táj, ez az, ami az első gasztronómiai fesztiválra érkezőket várta a Csikós-Töttösi Hábítónál. A település faluszépítő és horgász egyesülete a Dombovári járásból várta a vendégeket, tudtuk meg Pintér Szilárdtól. Ez az első alkalom. Dombovári járásnak a horgász és vadász egyesületeit hívtuk erre a mai napra. Nyilván ebből szeretnénk mi hagyományt teremteni, és jövőre Dombováron a Tüskei tónál rendeznénk meg. A térségben 9 vadásztársaság és 4 horgász egyesület üzemel, működik. Közülük ma 7 vadász és 3 horgász el tudott jönni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép arány. És együtt a természettel, ugye a vadászoknak ez a jelmondatuk. Nyilván mi horgászok is így gondolkodunk, jó magam horgász vagyok, csendes őrültek, de hiszem, hogy évente egyszer le kell üljünk, érezzük jó magunkat, ne csak kötött formában mereven találkozunk, hanem a szabadban, szabadon beszélgessünk, érezzük a munkat, kössük új barátságokat. A színes kulturális rendezvényeket különböző játékos vetélkedők előzték meg, ahova nem csak vadászokat vártak, megmérettethette magát bárki, akár a pecások is, akik már kora reggel óta a tóparton ültek, hogy a horgászversenyen ők fogják ki a legnagyobb halat. Kuti Tamás, a Hármas Határ Vadásztársaság elnöke elmondta, fontos számukra, hogy minél szélesebb körrel megismertessék a vadászatot. Különböző vadász játékokat szerveztünk, ami azt jelenti, hogy volt egy légpuska lövészet, volt egy magasles építés, ami egy szögbeverő verseny volt időre, volt egy trófeabírálat, ami egy szarvasbika és egy őzbak volt kirakva a területre, ezt kellett elbírálni, és volt egy söriló verseny, ami a legnagyobb hangsúlyt kapott tulajdonképpen a rendezvényre. Nagyon örülünk ennek, hogy olyan emberek is részt vettek a játékba, akik nem ismerik a vadászatot, aki megismeri a vadászatot. Tulajdonképpen a rendezvénynek ez volt a célja, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a vadászatot. Évszázadokkal ezelőtt a női nem a házi teendők elvégzése után a rokka és a szövőszék mellett a férfiak az erdei vadak űzésében keresték a szórakozást. Ma már teljesen elfogadott, ha egy puska mögött hölgy van. Lip Adrienne, aki a nagyvárosi létet inkább a természetközeli életre cserélte, szintén előszeretettel ragadt fegyvert a kezébe. Nagyon régóta benne vagyok a magyar vadásztársadalomba, ugye a könyvemnek köszönhetően nagyon sokan megismertek, és nekem ugye az életformám a vadászat, ugyanis én férjemmel és 2 fiammal az erdőszélen egy hatalmas vadaspark mellett éljük a mindennapjainkat. A férjem vadászmester, és én falusi lányként, ő pedig falusi fiúként, ott éltünk mindig, és ott nevelkedtünk az erdőszélen, és beleszerettem ebbe az életformába. A vadászat nem pusztán a lövés pillanata, nem sokkal inkább a természet szeretet, az állomány szabályozás, az állatok gondozása, és hát sok-sok gyönyörű, felejthetetlen élmény. A trófeák sora egészen a légpuska lövészetig kísérte a látogatókat, ahol bárki kipróbálhatta, hogy is bánik a fegyverrel. Kocsnere Antal, a Tolna megyei vadászkamara elnöke elárulta, hogy a pandémia a vadászati összejöveteleket is befolyásolta, a nagy rendezvények helyett támogatják a régiós szinten megszervezett kisebb összejöveteleket. A tavasszal alakult meg az, hogy a méhészek, a madarászok, a vadászok és a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen egy ilyen együttműködési megállapodást hoztunk létre abból a megfontolásból, hogy ugye Egy a természettel című vadászati világkiállítás kezdődik 25-től 2 hét időtartamra, és hát itt úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő időkben ezeknek az ökológiai feladatoknak csak úgy tudunk megfelelni, ha együtt dolgozunk és egymást segítjük. És hát ilyen apropóból jött létre. A horgászat és a vadászat olyan elfoglaltságok, amik sokkal közelebb visznek a természethez, sok türelmet követelnek. A térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád, aki szintén jelen volt a rendezvényen, elárulta, ő még egyiket sem próbálta. Soha életemben nem vadásztam, és soha nem horgásztam. Hogy miért nem vadásztam, azt igazából nem tudom. A horgászathoz megmondom őszintén, semmilyen türelmem nincsen, hogy én 5-10 percig egy helybe üljek, és nézem a vizet, de biztos, hogy akik szeretik ezt a sportot, vagy ezt a kikapcsolódást, azoknak nagyon tetszik. Irigylem is őket egyébként, hogy mindez van türelmük. A vadászat más. Azért a vadászat sok esetben erőteljes fizikai kikapcsolódást jelent, viszont mindig úgy adódott, hogy más tevékenységek foglaltak le.
Úgyhogy ettől függetlenül örülök annak, hogy ez a találkozó is létrejött. Természetesen a sütés-főzés is nagy hangsúlyt kapott az első alkalommal megrendezett fesztiválon, ahol a bográcsok mögött jobbára férfiak álltak. Kulináris érzéke az országgyűlési képviselőnek is van, aki már nem egyszer tartott fakanalat a kezében. Hát mondanám azt, hogy szeretek főzni, ez többé-kevésbé igaz. Régebben sokkal többet főztem, amikor több időm volt. Aztán mindig úgy alakult, hogy inkább helyettem főzött valaki, és most már annyira nem érdekel, de tényleg elmondhatom azt, hogy mindent meg tudok főzni. Tehát ugye az a kívánság, hogy legyen szívás gombóc, akkor azt csinálok, ha azt kérik, hogy bármilyen leves, vagy sült, vagy pörkölt féle, szívesen megcsinálom. Csak valahogy engem annyira nem érdekel maga az evés, tehát én erre nem fektetek olyan nagy hangsúlyt. A pörköltöt nem is szeretem, megmondom őszintén, tehát én egy olyan magyar ember vagyok, aki nem szereti a pörköltet és a töltött káposztát sem, de a halászlevet nagyon. És hogyha főzök mostanában, az legtöbbször halászlé, és jól is szokott sikerülni. Közel 300-an jöttek össze a hagyományteremtő céllal megrendezett gasztronómiai fesztiválon Csikostöttösön, ahol a kikapcsolódáshoz adott volt a kellemes környezet, a jó társaság és a színes programok.